Sehr verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich. Sie sehen jetzt die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. In Schomberg, im Ungarndeutschen Heimatmuseum, können die Besucher Einblick in den Alltag der einst hier Lebenden gewinnen, ihre Feste, ihre Trauer und ihre ganze Welt kennenlernen. Das Ziel ist, die Kinder und Enkelkinder mit den alten, aussterbenden Bräuchen und Traditionen bekannt zu machen. A Schombereki Német Kisebbségi Önkormányzat egy déltiroli kapcsolat anyagi támogatásával vásárolta meg a jelenlegi német nemzetiségi tájházat 2007-ben. Azóta szépítik, csinosítják a falu sváb lakói segítségével. A házat berendezték, és elkészült az udvar, a góré és a pajta is. Tudni kell, Sombereken van már egy hagyományok háza, ahol minden népcsoportnak van egy szobája. Mi szerettük volna, hogyha egy önálló házunk lenne, és hát mindenki nagy figyelemmel, nagy kérdésekkel, kérdőjelekkel várta, hogy hát hogy is fog ez nekünk sikerülni. Eleinte kicsit nehezen indult, nehezen hozták az emberek az otthon, a padláson, a mindenfelé elrakott tárgyaikat, hiszen mégiscsak akkor, ha nem is használták, lehet, hogy rá se néztek több éven keresztül, de mégiscsak otthon volt, mert az övék, és amikor úgy lassan beindult, és látták, hogy jó helyre kerül, akkor hozták el ide a házba a dolgaikat. Ez egy úgynevezett hosszúépítési stílusú ház, egy sogenanntes Langhaus, és a lakóépület és a gazdasági épület ugye egymást követi. A szép szobával indul, és egészen hátra a hostelig, a pince, a présház. Tehát minden jellegzetes, régi dolog, tárgy, helyiség megtalálható a házban. Most az úgynevezett lakókonyhában vagyunk, ahol is az idős nagyszülők már itt is aludtak ebben a konyhában, és ebben a helyiségben is nagyon sok minden tárgy, nem nagyon sok minden tárgy a falu lakosaitól érkezett. Megpróbáltunk mindent kitenni, amit kaptunk. Természetesen nem voltak ilyen gazdag konyhák abban az időben, de mi mindent kitettünk, tányérokat, bögréket a stelázsira, és régen a stelázsin ugye befőtt volt, meg hasonló dolgok nálunk. Ma ezek a tárgyak kerültek elhelyezésre. Aztán kitettük azokat a játékokat, amikkel régen a gyerekek játszottak, hiszen az élet itt a konyhában folyt. Itt voltak a szülők, nagyszülők, gyerekek, itt volt a sparhertkályha, ami nem csak főzésre, hanem a melegedést is szolgálta, nem csak a konyhának, hanem a hálószobának is, és itt játszottak a gyerekek is, különböző csuhéból készült játékok, rongybabák, hasonló dolgok, de az egész házban megtalálhatók a népviseletbe öltöztetett babák is, megfelelően, tehát hogy ünnepi öltözet, vagy hétköznapi viselet, mint itt a konyhában. A pajtába érkezve Kiefer Péter festőművész alkotásait találjuk. A schombereki születésű festőművész családja a háború elől először Németországba menekült, majd később Kiefer Péter Spanyolországban élt, és ott is hunyt el néhány éve. 53 festményét ajándékozta szülőfalujának. Azzal a kitétellel, hogy bárhová elvihetjük kiállításra, de nem lehet őket eladni, tehát nem lehet értékesíteni őket. Nem csak a festményei kerültek ide kiállításra, ugye a házon belül is lehetett látni, hanem a pajtából egy közösségi teret alakítottunk ki, hiszen nagyon-nagyon sok csoport érkezik hozzánk, az óvodásoktól a nyugdíjasokig, általános iskolások, középiskolások, és nem csak tájház meg tanösvény látogatásra, hanem utána foglalkozást is igényelnek, attól függően, hogy milyen témakört dolgozunk fel, akkor itt dolgozunk még a gyerekekkel. Fényképeket tettünk még körbe ki az eseményekről. A házban minden évben rendeznek sváb lakodalmast a régi hagyományok szerint. Ilyenkor a mennyasszonyt a német tájházból kéri ki a vőlegény, de disznóvágást is tartottak már népviseletbe öltözve, nyelvjárást használva. A cél, hogy megismertessék a gyerekekkel, unokákkal a kihalófélben lévő régi szokásokat, hagyományokat. Ja wir spielen hier, ja wir spielen dort, ja wir spielen überall, an jedem Ort.
Я вез пионер, я вез пинтуар, я вез пенибрар, а не дебоц. In Feked, im Komitat Pranau, siedelten sich in den 1720er Jahren die ersten Deutschen an, nach neuer Heimat und neuem Zuhause suchend. Aus welcher Gegend sie kamen, wurde damals nirgendwo angegeben. Heute wissen wir schon, dass sie aus Franken kamen. Das Heimatmuseum des Dorfes wurde 2011 errichtet. Hier kann man Gebrauchsgegenstände, Kleidung und Einrichtungsobjekte der Pranauer Deutschen von 1945 besichtigen. Die Ausstellung wurde in einem Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet. Sie ist eine gute Fee. Feked múltja a középkorig nyúlik vissza, a falut 1372-ben említették először a cikádori ciszterci apátság, majd később a budai káptalan birtokai között. Magyar lakossága sokáig kitartott, de a 17. század állandó török dúlásai szétszórták őket. A mai falu története az 1720-as években kezdődött, amikor a Rajna vidékéről, a fuldai apátság birtokairól új telepesek érkeztek ide. Feked a 18. század folyamán virágzó település volt. Sajnos nincs már olyan ember a faluban, meghalt néhány éve az utolsó néni is, aki még nap mint nap a viseletébe járt. Ezek manapság már csak a ünnepnapokon kerülnek elő. Alakult egy tánccsoportunk is, akik arra hivatottak, hogy mint a tánckultúrát, mint a viseletet megőrizzék és próbálják átadni az utókor számára. Nyelvben is, hogy a nyelvében él a nemzet, ez ugyanígy igaz ránk is, a magyarországi svábokra. Mindig svábokat mondok, de igazából a mi őseink azok Hessenből jöttek, tehát Frankföldről, mi igazából frankok vagyunk, de hát tudjuk, hogy svábokként azonosítják a magyarországi németeket. A nyelvben is, helyben sajnos semmilyen oktatási intézmény már nincs, sem óvoda, sem iskola, a gyermekeink Vémindre járnak többnyire, ahol a nemzetiségi óvodában tanulnak, és az általános iskolában is nagyon nagy hangsúlyt fordítanak a német nyelvnek a tanítására, és nem csak a nyelvre, hanem a teljes kultúrának az elsajátítása is elsődlegesen szerepel ott. A település tájházát 2011-ben alakították ki. A faluban élő németség háború előtti életét, ruhaviseletét, berendezési tárgyait mutatja be, olyan használati eszközökön és berendezési tárgyakon keresztül, melyeket a helybeliek adományoztak. Az első helyiségben megelevenedik előttünk a korabeli konyha, ahol három generáció élt egymás mellett. Ez volt régen a konyha, tulajdonképpen az egész háznak ez volt a lelke, mert az egész család itt volt reggeltől estig, tehát a nagyszülők és a szülők, azok a szobákba jártak éjjel aludni, de reggel, ha fölkeltek, akkor egész nap itt voltak a konyhában, tehát itt tanultak a gyerekek, itt voltak egész nap, szülők is itt főztek, tehát tulajdonképpen a gyerekek itt tanulták meg a főzést, ahogy látták a nagyszülőktől, szülőktől, és hát este itt elidőztek. Sokszor jöttek a szomszédok téli estéken, azok is itt voltak, tehát minden a konyhába történt, és a szobákba csak aludni jártak be. Ez a helység a konyha után az első szoba, itt általában a nagyszülők aludtak, és azok a pici unokák, a nagymamával a kislány unoka aludt, a nagypapával a kisfiú unoka aludt, és ebben a szobában fűtés nem volt, hanem mikor befejezték a konyhába a főzést, akkor ki lett nyitva az ajtó, és akkor bejött annyi meleg, hogy nem fáztak, tehát alváshoz elég volt, de télen, ha nagyon-nagyon hideg volt, akkor viszont cserepet vagy téglát melegítettek, és azzal előmelegítették az ágyakat, és akkor, mire gyerekek aludni mentek, jó meleg volt, bebújtak a nagymama mellé, és hát akkor nem fáztak a gyerekek. A harmadik helyiség volt a fiataloké, itt már volt kályha. Ez a helyiség, ezt úgy hívják, hogy első konyha. Itt általában a fiatalházasok aludtak, és az a pici baba, aki mondjuk még szopott,
tehát őt nem lehetett még átrakni a nagyszülői hálóba, ő akkor itt volt az ágy mellett bölcsőbe, éjszakára a bölcsőt mindig az ágy mellé rakták, hogy ne kelljen külön fölkelni hozzá, hanem ha fölsírt, vagy nem aludt, ugye akkor csak az anya kirakta a lábát az ágyból, kicsit megmozgatta a bölcsőt, és akkor vagy tovább aludt, vagy tovább sírt, hát attól függ. A tiszta szobát nem használták minden nap, ott tárolták a szép ruhákat, és ott gyűjtötték a stafírungot. Vagy ide csak bejöttek vasárnaponként, szépen fölöltöztek, elmentek a misébe az asszonyok, meg hát a férfiak is, és mise után hazajöttek, levetették a ruhát, mindjárt szépen sorba rakva visszarakták a szekrénybe. Egy ágynak a tartozéka a három párna és egy dunyha. Ebben az ágyban ugye hat párna van és egy dunyha. Tehát itt gyűjtötték a fiataloknak, a lányoknak vagy a fiúknak a stafirungot, ha egy lány férhez ment, általában két ágyra való ágyneműt kapott, ágyhúzattal, mindennel együtt, és ezeket is akkor ugye itt tartották becsbe, és évente egyszer kivitték a napra, kiszellőztettek, és hát így lett itt minden gyűjtve. Egész régen itt lett, ha valaki meghalt, akkor ebben a helyiségben ravatalozták föl, ugye nyáron is itt mindig csukva voltak az ablakok, vastag falak, tehát nem tudott bejönni semmi, és itt akkor egy-két napon belül el is lettek ugye temetve, és akkor addig itt volt fölravatalozva. Vagy hogyha a vőlegény vagy a menyasszony a házból került ki, akkor az is mondjuk ebből a helyiségből vitte ki, a násznagy vitte ki ebből a helyiségből, és akkor az is így történt. Tehát ez volt a szép szoba. A tájház egy 19. században épült parasztházban található, és külön érdekessége, hogy az összes tárgyat a helybeliek adták össze. A kiállítás ötletgazdái nem szorultak rá külső segítségre. Die Deutsche Bühne ist seit fast 4 Jahrzehnten in Sachsen tätig. In den vergangenen Jahren haben sich der Arbeit viele Schauspieler aus deutschem Sprachgebiet angeschlossen, wodurch die sprachliche Qualität erhöht wurde. Eines der Ziele des Theaters ist, den schulischen Sprachunterricht zu unterstützen. In diesem Sinne werden regelmäßig Dramastunden veranstaltet. Seit über 30 Jahren spielt die Deutsche Bühne Ungarn eine wichtige Rolle in der Bewahrung und Vermittlung der deutschen Sprache sowie die Bewahrung kultureller Werte und Traditionen der Ungarndeutschen. Die DBU hat ein Ensemble aus 5 angestellten Schauspieler, Schauspielerinnen und einer Theaterpädagogin. 4 davon haben Deutsch als Muttersprache. Dadurch wird nicht nur die schauspielerische, sondern auch die sprachliche Qualität des Theaters gewährleistet. Warum diese Künstler überhaupt die DBU gewählt haben, hat bei ihnen oft auch familiäre Hintergründe. Also eigentlich wollte ich nach Rumänien ans Theater, an das Deutsche Theater und bin dann über Zufall auf die Deutsche Bühne gestoßen, hier in Ungarn. Ich wusste vorher nicht, dass es hier eine deutsche Bühne gibt. Habe mich dann auch hier beworben und es hat zum Glück geklappt. Ich habe mich auch vorher ein bisschen informiert, ich habe mir den Spielplan angeguckt, fand ihn sehr interessant. Ich habe mir gedacht, als ich dann hier hinkam, ach ja, das ist ein Städtchen, da kann ich mir vorstellen, ein Jahr lang zu leben. Aus diesem Jahr wurden 7. Ja, also ich hatte 2019 einen Job gesucht und vorher, bevor ich diese Annonce der DWU gelesen habe, habe ich meinen Opa besucht nach langer Zeit in Zwickau. Und aufgewachsen ist er aber hier in Koposzekce. Da wurde er auch geboren und musste dann aber 48, wie viele Familien, das Land verlassen. Also ich bin quasi auch als Enkel eines Vertriebenen hier. Meine Großeltern wohnen 25 Kilometer von hier entfernt. Meine Mutter ist 88 ausgewandert nach Deutschland, aber ich bin in beiden Kulturen aufgewachsen, mit beiden Sprachen. Und irgendwie, ich kann das nicht erklären. Ich lebe sehr gerne in Deutschland und ich spreche sehr viel besser Deutsch als Ungarisch, finde ich. Aber trotzdem war dieser Drang nach zu Hause. Und das ist hier befriedigt gerade. Im Publikum sitzen jedoch nicht nur Ungarndeutsche, sondern auch Schulklassen, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Und somit fördert die DBU mit ihrer lebendigen Sprache auf der Bühne den Deutschunterricht. Auf die Frage,
wie man den Jugendlichen Kultur und Sprache vermitteln kann, sind sich die Schauspielerinnen und Theaterpädagoginnen einig. Nicht nur darum, die deutsche Sprache zu vermitteln, sondern auch eben Theater und Geschichten zu erzählen, egal in welcher Sprache, mit all unseren Möglichkeiten. Ich erlebe, wenn ich mit Jugendlichen zusammenarbeite und mit ihnen erstmal auf Deutsch rede, dass sie sehr schüchtern sind. Ich möchte nicht pauschalisieren, aber üblicherweise, wenn ich in eine ungarische Schule komme, wo ungarische Jugendliche oder Kinder sind, sie verstehen sehr viel Deutsch und sie trauen sich nicht zu sprechen, weil in den Schulen ist mehr der Fokus darauf, dass es grammatikalisch korrekt ist, was sie sagen, und weniger der Fokus auf einer lebendigen Sprache, die sie beherrschen sollen. Und das ist natürlich, im Theater lernst du aber, oder du hörst eine lebendige Sprache und du achtest weniger darauf, ob das jetzt der, die oder das Auto ist, was da auf der Bühne verklingt. Aber wir haben ja eben auch noch mehr als nur die Sprache. Also wenn ich traurig gucke, dann weiß das Kind, die Person ist jetzt gerade traurig, und da muss ich nicht noch sagen, ich bin traurig. Oder wenn ich lächle, sehen sie, okay, ich freue mich, ich habe Spaß. Also wir haben auch schon Stücke erlebt, da waren die Jugendlichen wirklich ganz unruhig. Aber so nach und nach hat man sie bekommen und am Ende sind sie aufgestanden und es gab Standing Ovations. Ich erlebe eigentlich größtenteils, dass es sehr gut angenommen wird und dass die Zuschauer Spaß haben und auch vor allem die Schauspieler. Wenn sie von der Schule herkommen, ist es häufig, ich muss jetzt hierher kommen und eigentlich will ich gar nicht hier sein. Und häufig merke ich, und ich glaube, das merkt das Ensemble auch, nach 5 bis 10 Minuten merken die Jugendlichen, da passiert doch was Spannendes auf der Bühne und ich kann damit doch etwas anfangen, ich habe da doch einen Kontakt dazu. Also in dem Moment lerne ich eigentlich über Emotionalität, lerne ich für mein Leben, würde ich sagen. Und dann als weitere Schritte lerne ich dann, dass wie mein Gehirn in einer fremden Sprache funktioniert. Ich lerne vielleicht auch Deutsch zu denken in dem Moment für diese 1,5 Stunden, die ich hier bin. Und ganz unterschwellig lerne ich, dass Theater ja doch was Cooles ist. Im Hinka-Gymnasium des Komitates Tolnau wird seit mehr als einem Jahrhundert unterrichtet. Die deutsche Sprache und Kultur spielt im Unterricht zu jeder Zeit eine hervorgehobene Rolle. Studien nach finden die abgehenden Schüler der Schule auf solchen Gebieten Arbeit, wo sie von ihren hier erworbenen Erfahrungen und Wissen profitieren können. A Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium Tolna megye legrégebbi gimnáziuma, melyben 1806 óta folyik a tanítás. Az intézmény a német oktatás egyik fellegvára, mely azzal is büszkélkedhet, hogy az innen kikerülő diákok jelentős része a későbbi életük során is olyan munkaterületeken helyezkedtek el, ahol elengedhetetlen volt az itt megszerzett nyelvismeret. Nyilván olyan környezetbe került, kezdetben Nagyszékelyben, most pedig már hát ugye Gyönkön van az iskola, hogy majdnem azt mondom, hogy nem is lehet szinte más, mint a német nyelv, illetve a német nyelvvel összefüggő hagyományoknak az egyik fellegvári. Kezdetben volt a két tannyelviség, utána volt, illetve még most van egy felmenő rendszerben egy osztályunk, a nemzetiségi két nyelvű osztály. Ugye itt ezeknél a csoportoknál az anyanyelv a német nyelv, tehát tulajdonképpen a diákok, a tantárgyak, tehát az iskolában tanított tantárgyaknak az 50%-át minimum az anyanyelvükön, tehát a német nyelven tanulták, de itt gondolok a német irodalomra, történelemre, biológiára, fizikára, esetleg testnevelésre, olyan az osztályfőnök, nyilván itt német nyelven beszél osztályfőnök, akkor az osztályfőnök jól is német nyelven zajlott, tehát ez egy nagyon komoly rendszer volt, és az utóbbi 3 évben picit változtattunk rajta, most már a nemzetiségi nyelvoktató van. Az iskola által elvégzett kutatás azt mutatta, nem volt már igény a kétnyelvű oktatásra, egyre kevesebb diák választotta ezt a képzési formát.
viszont a népismeret tanítása iránt megnőtt az érdeklődés. A nemzetiségi osztályoknak az anyanyelve azért a német. Tehát tulajdonképpen ők a német kultúrát, a német hagyományokat maximálisan megismerik, és végén érettségi tantárgy is ez nekik tulajdonképpen, hogy komoly projektmunkával tudnak az érettségi vizsgára menni. Tehát az a feltétel ennek az érettségre bocsátásnak is. Megismeri az üldöztetéstől kezdve, amikor őket betelepítették, vagy éppen kitelepítették az itt lévő dolgaikat, a hagyományt, tehát a régiséget, minden, ami egy népcsoporthoz hozzátartozik, tehát hasonlóan, mint a magyar történelemhez, ők a németben ezt a népismeretet használják. Ezekben az osztályokban olyan gyerekek jönnek, akik otthonról is hozott értékként a német nyelvet, illetve ezt a német identitástudatot azért örökölték. Beszélhetünk itt német kollégának a gyerekéről, esetleg külföldi diák is csatlakozik, az mindig jó egy osztálynak, egy kicsit más kultúrát hoz be, egy más szemléletet egy német gyerekni, vagy egy dél-tiroli gyerekni, volt ilyenre is példa, de volt svájci tanulónk is, tehát ő is egy picit másfele vitt, és mindig több, sokrétűbb lesz az egész dolog, illetve hát az ő élményeiből azért szerintem gazdagodnak a mi gyerekeink is. Az utánkövetések azt mutatják, hogy a nemzetiségi osztályokból kikerülők közel 75%-a megmarad a német nyelvhez köthető munkaterületek környezetében. Ez lehet a munkájával összefüggésben, lehet magán emberként. Nagyon sokan, én is ide jártam iskolába, az én korosztályomból például nagyon sokan vannak külföldön, akik a német nyelvterületen boldogulnak. De vannak olyan gyerekek is, akik német követségen vannak, német nagyvállalatoknál tolmácsként dolgoznak, vagy esetleg olyan beosztásban, ahol napi szinten használják az itt megtanult német nyelvet. Tehát én azt gondolom, hogy aki azon a tagozaton végzett, az szinte majdnem mindenki kapcsolatban van a mai napig a némettel. Akkreditált nyelvvizsgahely vagyunk, így van. Két nyelvvizsgát tudnak nálunk tulajdonképpen megszerezni a gyerekek. Az egyik az az úgynevezett ÖSD, az egy egynyelvű osztrák nyelvvizsga, ez egy középszintű nyelvvizsga, de egyébként ugyanúgy elfogadják felsőoktatási intézmények is. A másik az pedig egy felsőfokú német, a DSD nyelvvizsga, az egy nagyon komoly felkészülést igényel, és hát azok a diákok, akik azt akceptálják, onnantól kezdve ők tulajdonképpen a német nyelve bárhol el tudnak boldogulni. Az iskola jelentős külkapcsolatokat épített ki az évek során, melyben az itthon tanultak kamatoztathatóak voltak, hiszen a gyerekek könnyedén boldogultak a németországi tanulmányi útjaik során. A jövőt tekintve Bán Tamás azt mondja, a nyelv mellett a sport lesz a képzés másik alapköve, ahol szintén szükség lesz majd a gyerekek nyelvtudására, ha nemzetközi szinten képviselni fogják az iskolát, a megyét vagy adott esetben az országot. Ich bedanke mich für heute für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.